Üdvözlöm Önöket, Önök a világhíradót látják. Donald Trumptól tartanak azok az amerikai állampolgárok, akik Mexikóban telepedtek le. Sokan közülük a latin-amerikai országban születtek, és csak később szereztek állampolgárságot az Egyesült Államokban. Most a demokrata párt jelöltjeit támogatták. A demokrata elnökjelölt aspiránsokra adták le szavazataikat a Mexikóban élő amerikai állampolgárok. Többségük a latin-amerikai országban született, és a mai napig hazájukként is gondolnak Mexikóra, de az amerikai állampolgárságot is megszerezték. Bátorítónak találom, hogy egy olyan jelölt is esélyes a folyamatokban, mint Bernie Sanders. Nagyon fontosnak éreztem, hogy eljöjjek ma szavazni, mondta a vermonti szenátor egyik híve. Mások a korábbi vezetéssel, köztük az Obama adminisztrációval szembeni kritikákat is megfogalmaztak. Az amerikai politika az elmúlt években kizárólag a vagyonosok érdekeit képviselte. A szegényebb rétegeket, de még a középosztályhoz tartozókat is egyszerűen kiszipolyozták. Sokan két-három állást kell, hogy vállaljanak a megélhetésért. Ennek eredményeként az Egyesült Államok belső válságban van, mondja az országról egy férfi egy mexikói üdülővárosban. Sokan közülük aggodalommal figyelik Donald Trump menetelését, akinek a kampányában a mexikói határ lezárása központi elem. Donald Trumpnak esélye sincs nyerni. A személye a független és a demokrata szavazók körében is vörös posztó. Ha ő lesz a republikánus párt hivatalos jelöltje, akkor szerintem novemberben ezek a rétegek el fogják árasztani a szavazó fülkéket, mondja egy férfi. Az amerikai választási rendszerben a külföldön élők szavazatainak 2000 óta különös súlya van. Akkor Floridában Al Gore és George W. Bush között nagyon szoros eredmény született, a szavazatokat újra kellett számolni. Később a külföldről beérkező szavazatok döntötték el a versengést. Az akkor kialakult kaotikus állapotok miatt az elnökválasztás hivatalos eredményét is egy hónap csúszással hirdették ki. Újabb független médiát helyeztek állami ellenőrzés alá Törökországban. Egy hétfő esti bírósági végzés értelmében a hírügynökség vezetését egy államilag megbízott ügyintéző kezébe adták. Néhány napja egy ellenzéki médiacsoport jutott hasonló sorsra. A török kormány mind a két szervezetet azzal vádolta, hogy kapcsolatban álltak Fethullah Gülen iszlám hitszónokkal, aki Recep Tayyip Erdoğan közeli szövetségeséből lett a török elnök legnagyobb politikai ellenfele. Megfigyelők kiemelik, az országban a hatóságok folyamatosan szűkítik a kormánnyal szemben kritikus orgánumok számát. Sokan pedig azt kifogásolják, hogy az Erdoğannal üzletelő uniós vezetők szemet hunynak a szabad sajtót érő támadások fölött az országban. Politikai ellenfeleit hibáztatja az ország válsághelyzetéért a brazil elnök. Dilma Rousseff szerint a problémák gyökere az, hogy az ellenzék nem volt képes túltenni magát a 2014-es választási vereségen. A latin-amerikai országot az elmúlt évtizedek legsúlyosabb gazdasági válsága érte el. Sokan az elnök lemondását és új választásokat követelnek. Nehéz helyzetben a brazil kormány. Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb gazdasági válsága mellett a helyi kongresszusban azért küzdenek, hogy meglegyen a szükséges többség a költségvetés kiigazításához, valamint bizonyos pénzügyi reformok elfogadásához. Az elnök szerint a krízis egyik kiváltó oka az ellenzék hozzáállása. Az ország nehéz napokat él át, ez részben annak a politikai válságnak köszönhető, amit azok okoztak, akik még most is képtelenek elfogadni a választási vereségüket, fogalmazott Dilma Rousseff. A vezető, aki egy a szegény rétegeket célzó építkezési projekten szólalt fel, védelmébe vette elődjét, akit a múlt hét végén komoly rendőri jelenlét mellett vettek őrizetbe, hogy a helyi nagy olajcég korrupciós botrányában kihallgassák. Fontos, hogy igazságot szolgáltassunk. Lula elnök soha nem helyezte magát mások fölé, minden meghallgatáson részt vett, kivétel nélkül. Semmi szükség nem volt arra, hogy ilyen látványos műsor keretében vigyék be kihallgatásra, hiszen eddig is mindenben együttműködő volt, mondta Rousseff. Az országot 2003 és 2010 között irányító Luiz Inácio Lula da Silva volt az első munkás háttérből származó elnök Brazília élén. A mai napig népszerű vezető beslések szerint 40 millió helyi lakosnak segített kiemelkedni a nyomorból. Letartóztatását követően tüntetések voltak az ország több pontján is. A politikai nehézségek mellett a brazil gazdaság is ezersebből vérzik.
Az idei évre 7,6%-os inflációt valószínűsítenek a szakértők, ami bő 1 százalékponttal magasabb, mint amit a kormány szeretne. A gazdaság várhatóan nem fog bővülni, amire pedig égető szükség lenne az elmúlt évek rekordközeli csökkenéseit követően. Óriási fegyverszállítmányra csapott le az ausztrál haditengerészet Omán partjainál. A csempészárut egy halászbárka belsejében rejtették el, és megfigyelők szerint Szomáliába akarták szállítani. Amennyiben ez beigazolódik, akkor egyértelműen megsértették azt a fegyverkereskedelmi embargót, amit az ENSZ biztonsági tanácsa vetett ki az országra. A hajó gyomrából 2000 gépfegyver, 100 rakétavető és több tucat más fegyver került elő. A fegyverszállítmány értékét 2 millió dollárra, átszámítva közel 570 millió forintra becsülik a szakértők. Nők tömegei dolgoznak adós rabszolgaként a pakisztáni téglaégetőkben. Az országban több mint 20 ezer téglaégető működik, amikben milliók végeznek ilyen munkát. A tulajdonosok pénzt kölcsönöznek a szegényeknek, majd arra kényszerítik őket, hogy ledolgozzák adósságukat, amit haláluk esetén gyerekei körökölnek. Az adósságból kevesebbet vonnak le, mint a minimálbér, ami 1000 tégla után átszámítva 2500 forint, a nőknél pedig még kevesebb. A pénzt csak férfi hozzátartozók vehetik fel, akik nem kötelezhetőek rá, hogy kifizessék a nőket. Pakisztán tavaly a harmadik volt azon a nemzetközi listán, ami 167 országot állít rangsorba, részben a rabszolgák lakossághoz viszonyított szám alapján. Közben a nemzetközi nőnapon egy vezető izraeli női magazin olyan cikket jelentetett meg, amiben 22 megerőszakolt vagy szexuálisan bántalmazott nő történetét mutatják be. Az évszázad árvizére készülnek Párizsban. A városban utoljára 1910-ben öntött ki olyan mértékben a Szajna, hogy megbénította az életet, de az 1979-es franciaországi áradások idején is több mint 4 méterrel nőtt a szintje. Most szimulációs gyakorlatokat tartanak, hogy kiderüljön, mennyire hatékonyak a mentési és katasztrófa elhárítási tervek. Archív felvételek az 1955-ös párizsi áradásról. A videón a mederéből kilépett Szajna látható. 45 évvel korábban, 1910-ben még súlyosabb volt a helyzet, és az árvíz miatt megbénult a város. A folyó most nyugodt, miközben a hatóságok egy csaknem kéthetes gyakorlat sorozattal próbálnak felkészülni az áradásokra. A közszolgálati rádió épülete köré mobilgátat emeltek. A főváros nem elég elővigyázatos. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy fennáll egy nagy áradás veszélye, aminek komoly következményei lesznek. Ilyen áradás bizonyos időközönként bekövetkezik, de nem tudni mikor, mondta a párizsi rendőrfőkapitány. Az 1910-es áradás óta megemelték a hidakat, mélyítették a folyómedret és más óvintézkedéseket is tettek. Az Európai Unió által finanszírozott idei szimulációkat 87 partnerváros, cég és állami szerv közreműködésével tartják meg. A program első részében azt gyakorolják, hogyan reagáljanak az áradásra, a második részében pedig azt, mit kell tenni az ár elvonulása után. A gyakorlat segítségével szeretnénk megtudni, mennyire hatékonyak a mentési és katasztrófa elhárítási terveink egy nagy áradás esetén. A hétvégén sok embert fogunk mozgósítani, különösen az evakuáláshoz és az elszállásoláshoz. Szakértők szerint Párizsban szinte elkerülhetetlen az évszázad áradása, ami akár 30 millió eurós kárt is okozhat. Ha bekövetkezik, több mint 1 millióan maradnak áram nélkül. A franciák 48 órán belül kaphatnának segítséget más uniós országoktól. A mostani szimulációkon próbálják gyakorlatba ültetni az árvízvédelemmel kapcsolatos 2013-ban elfogadott uniós irányelveket. Virágba borult az Egyesült Államok legszárazabb és legforróbb nemzeti parkja. A kaliforniai Death Valley egy sivatagos terület, ahol csak kevés növény él meg, mert évente átlagosan mindössze 5 cm-nyi csapadék hullik. A vadvirágok minden tavasszal kinyílnak, de idén különösen nagy területen és sűrűn nőttek. Az elmúlt 10 évben ez a legszebb virágzás. A park honlapja szerint ez annak köszönhető, hogy az El Niño néven ismert éghajlati jelenség miatt októberben sok eső esett. Önök a világhíradót látták, köszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok!